október másodikán egy nemzet sorsát eldöntő népszavazásra kerül sor, hiszen az Európai Unió kötelező kvóták alapján migránsokat, illegális bevándorlókat akar Magyarországra telepíteni, több tízezret, több százezret, szinte senki sem tudja, hogy mennyit, hiszen tavaly több mint két millió migráns érkezett Európába, ezt mind szét akarják osztani, ennek a 90%-a a felmérések szerint iskolázatlan, szinte analfabéta, nem tudják elhelyezni őket Németországban, eddig 67-en helyezkedtek el állítólag német nagyvállalatoknál, annak is nagy része egy német állami vállalatnál, ami azt jelenti, hogy Eldugták valahol őket, szinte biztos vagyok ebben, hogy tudják a statisztikát javítani. Tehát olyan embereket, akiket a német állam, a nyugat-európai nem tudnak mire használni, azokat mind szeretnék átnyomni Magyarországra és Kelet-Európába. Nekünk pedig, magyar embereknek, arról kell dönteni október 2-án, hogy hagyjuk-e, hogy az Európai Unió, Németország vagy bárki más meghatározza nekünk, hogy kivel éljünk együtt, hogy mi legyen a kultúránk ezután, hogy a keresztény identitásunkat megváltoztatják, hogy a gyermekeinket veszélybe sodorják, hogy esetlegesen illegális bevándorlóknak álcázott terroristákat költöztetnek a szomszédunkba. Én azt gondolom, hogy az a helyes, hogyha október másodikán minél többen elmennek szavazni, és nemet mondanak a bevándorlásra, azaz nem szavaznak. Erre biztatok minden kit a választókeretben, és az a szerencsés helyzet állt elő, hogy mind a 23 település, amely az én választókeretemben van, mind a 23 településnek a polgármestere is erre biztatja a lakosokat. Együtt közösen aláírtunk egy nyilatkozatot, amit hamarosan közé is fogunk tenni, és hát a polgármesterek ki is állnak ez mellett, szerencsére. Tegnap már több polgármesterrel sikerült kiállnunk és közösen standolnunk és biztatni a helyeket, hogy menjenek szavazni október másodikán. Közéleti személyiségek segítenek ebben nekem, helyi, helyi emberek, országos emberek, és én bizakodó vagyok, arra kérek innen is mindenkit, a televízión keresztül is, hogy vegyen részt október másodikán a népszavazáson, és szavazzon nemmel a kötelező kvótára. Említette képviselő úr, hogy a választókerület összes településén volt már, vagy menni fog. Milyen visszajelzések vannak a népszavazásra kapcsolatban? Én úgy látom, hogy mindenki részese akar lenni annak a nemzeti összefogásnak, amelyel vissza fogjuk utasítani Brüsszelnek a kötelező kvótáját. Mindenki át akar élni azt a nemzeti összetartozás érzését, amelyel megvédjük a nemzeti szuverenitásunkat, hiszen a nemzeti szuverenitásunkat is veszélyezteti az, hogy valaki más mondja meg, hogy kivel együtt, és mindenki át akar élni azt az érzést, hogy ő is tett azért, hogy bizony a gyermekeink jövője, a családjaink jövője az biztonságban legyen, hogy a magyar nemzet ezer év múlva is elmondhassa azt, hogy itt élünk a Kárpát-medencében, és ne idegen kultúrák, idegen népek éljenek itt ezer év múlva a mi mostani szülőhelyünkön.